Itt állunk az képviselői irodaház előtt, és arról szeretnénk faggatni az utca emberét, illetve a képviselőket, hogy támogatnák-e, hogy a kétfarkú kutyapárt bejusson az Európai Parlamentbe. Ez nem az utca embere, akik innen jönnek. Tiszteletem, uram! Az utca emberét szeretnénk megkérdezni. Engedélye nyilatkozhatom, úgyhogy azt még nem kaptam meg. Bevezetnénk a Siestát. Mit gondol erről? Én támogatom. Hát mindenki. Tiszteletem, uram! Mi a központi híradótól vagyunk, és azt szeretném megkérdezni... Központi híradó? Központi híradó. Az a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak a független média csatornája. Ez itt a Központi Híradó, az ötös csatorna, a központi újság és a Kutyostat képes híradója. Hát miután Zuglóban jól működtünk együtt, támogatom, hogy hol kezdjük közösen először. Mármint hogy ért vagy közösen? Egy viccpárttal? Hát, azt köszönök, eddig is jól működtünk a kerületben együtt, remélem, hogy tudjuk folytatni. Egyébként is, ami van Zuglóban, van az egy vicc, úgyhogy ez nyugodtan csatlakozhat a viccpárt is. Mi az utca emberét kérdeznék meg. De képviselő vagyok, hogy utca ember, tessék kérdezni. De ön az utca emberének a képviselője. De mi nem vagyunk nem az vagyunk utca embere. Kérdezzem meg erről az utca emberét. Az utca embere vagyok egyébként. Nem az utca embere. Amúgy az utca embere. Azért látszik, hogy az utca embere nincs teljesen képben. Kétfarkú kutyapárt, ez kicsoda? Az egy regnáló párt, árnyékkormánypártnak hívnám. Most az európai parlamenti választásokra készülünk, és azt szeretnénk megkérdezni az utca emberétől, hogy esélyesnek látja-e a kétfarkú kutyapárt bejutását olyan ígéretekkel, mint például, hogy bevezetnénk a Siestát egész Európában. Teljes mértékben. Én meg lennék lefve, nem 100%-ot kap a kétfarkú kutyapárt. Szerintem sokan csatlakoznának valószínűleg hozzá. Természetesen szerintem 24 óra nem elég erre a típusú dologra. Az összes európai ország nemzeti ünnepét és munkaszüneti napját is szeretnénk, hogy alkalmazzák az összes európai országra. Mit gondol erről? Hát ehhez csak sok sikert tudok kívánni, ez elég lehetetlennek tűnik, jó? Minden napra munkaszüneti napot tervez a kétfarkú? Hát vagy ez ő, a végső cél. Itt van a kis naptáron, itt a pirosbetűs ünnepek, ezek már azt jelentik, hogy a munkaszüneti napok azok hova esnek. Tehát elég jó esélyünk van arra, hogy körülbelül fele időben kell dolgozni, és fele időben pedig ünnepnap van. Bővíteni kell az Európai Uniót. Nagyon jó javaslat, szintén egy nagyon jó javaslat. Vannak még ilyen jók? Ennyi volt? Vannak. Na, valami. Például az, hogy az Európai Uniót kiterjesztjük egész Észak-Afrikára, és így megoldanánk a migráció problémáját, mert ugye az Észak-Afrika is ugyebár Európa része lenne. Látom, megy ez nekünk még tovább, még valami jó. Hát erre mondjam azért valami. Hát ez ugyanolyan jó, mint az eddig összes többi javaslat. Akkor támogatja, hogy a kétfarkú kutyapárt bejusson a parlamentbe. Abszolút. És melyik ez a kutyapárt? Kétfarkú kutyapárt. Kétfarkú kutyapárt létezik ilyen? Igen, van ilyen párt. Hát arról nem hallottam. Tessék, nem csak ismerem. Nyugodtan megőrizni. Köszönöm, viszontlátásra. Csókolom a kezét.